A január 1-én hatályba lépett jogszabály szerint 27%-os helyett 5%-os áfa terheli az újépítésű lakások értékesítését, valamint az újépítésű lakások vállalkozási szerződés keretében történő megépítése kapcsán az építési szolgáltatás ellenértékét. A csökkentett adóterhek meghatározott feltételek esetén teljesülnek. Ez a kedvezmény akkor vehető igénybe, hogyha a lakás alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert, illetve ha lakóház vásárlásáról van szó, akkor pedig 300 négyzetméter ez a határ. Illetve van egy másik kedvezmény is. Itt el kell különíteni az újépítésű ingatlan vásárlását, illetve azt az újépítésű lakást, amit mi magunk építünk fel, nem generál kivitelezéssel. Ebben az esetben a 27% áfa tartalommal kiállított számlák után lehet visszaigényelni legfeljebb 5 millió forintot. Az adófizetési tétel mérséklése mellett teljes adó visszatérítési támogatásra, valamint a 4%-os vízterhes vagyonszerzési illeték megfizetése alóli mentességre is lehetőség nyílik a családoknak csok felvétele esetén. Bruttó 50 millió forintos ingatlan vásárlása esetén ez a következőket jelenti. Az áfa csökkentés miatt akár 11 millió forinttal is alacsonyabb lehet a vétele. Ez ugye akkor érvényesül, ha úgy számol a kivitelező is, hogy ezt az áfa csökkentést teljes mértékben figyelembe veszi. Illetve akkor, ha úgy nézzük, akkor csak az áfa csökkentés miatt 50 millió forintról, akár 39 millió forintra is csökkenhet egy újépítési ingatlannak az ára. Ezen felül, hogyha egy csokos vevő veszi meg az ingatlant, akkor ugye ő a kifizetett 5% áfát is vissza tudja igényelni, ami egy 50 millió forintos ingatlannal számolva további 2,5 millió forintot jelent a számukra. A csökkentett áfa kulcsot 2022 végéig lehet majd alkalmazni, de azokra a lakásokra, amelyek eddig az időpontig megkapják az építési engedélyt, egészen 2026 végéig alkalmazható majd az 5%-os áfa mérték.